2021. január 5. Oszlopos Szent Simeon napja. Népszokások. Regős járás, farsangi készülédés, istállók, ólak takarítása, hajnyírás, tisztalkodás, tél elő, havára mutató, előjósoló, termésjelző nap. Csízió. Amelyen most Simeon napja, olyan lesz tél elő hava. Bő termést hoz napfénye, gyümölcsöt visz nagy szele. Oszlopszentek. A korai idők szíriai szerzeteseinek körében terjedt el az aszkézisnek az a szinte hihetetlen formája, hogy a remete nem barlangba, kunyhóba húzódott vissza, hanem egy oszlop tetejére. Ezt úgy képzeljük el, hogy egy 3 méter magas kőoszlop tetején egy nagy kőlapot helyeztek el, azt korláttal vették körül, ez lett a remete lakhelye. Élelmezéséről egy létra segítségével a körülötte megtelepedett tanítványok, zarándokok és kíváncsiskodók gondoskodtak. Az önsanyargatás legendás világrekordere is egy oszlopszent volt. Genoveva naptári szomszédja, oszlopos szent Simeon. Január 5, ugye? A szír keresztények csodabogara meghalt 459-ben, közel 70 éves koráig gyötörte magát Isten és a maga dicsőségére. Gyermekkorában pásztorként edződött a későbbi élethez. Ifjú volt még, amikor a szerzetesi életet választotta. Egy éven át kolostorban gyakorolta a szigorú asztkézist. Már ott hírhetté volt amiatt, hogy egy kötelet oly szorosra tekert a derekára, hogy ez mélyen bevágódott a húsába. Amikor előjárója ezt felfedezte, kiutasította a kolostorból. Az egyház sohasem nézte jó szemmel a megszállottságnak eme szélsőséges formáit. Ma a részethez beszélek. Ahhoz a részethez beszélek, aki többet akar. Ahhoz a részethez, aki pontosan tudja, hogy mit akarsz minden máson túl. Ahhoz a részethez, aki erőfeszítés nélkül hisz abban, hogy bármi lehetséges. Beszélek azzal a részeddel, aki arra vágyik, hogy áttörjön azon az önmeghatározó kapun, amit az elméd, felelemből és a tudás hiányából összetörne milliárd apró darabra. Beszélek ahhoz a részedhez, aki szeret, aki táncol. Ahhoz a részedhez, aki valóban a legjobbat akarja másoknak, mert mélyen tudja, hogy több, mint elég a körbe és körbejárás. Beszélek azzal a részeddel, aki tudja, mit akarsz, és tudja, milyen lépést kell tenned. Azzal a részeddel, aki tudja, hogy nem vagy megtört, és egy cseppet sem érdekli a történt folyatása, amit szerint és így van. Azzal a részeddel, aki ismeri az utat, és arra vágyik, hogy hazavezesse többieket is. Ma ez az a részed, akivel beszélek. És kérlek, engedj, hogy vezessen azon az úton, amit a fény ragyog be. Egy új világban születőben, mondják, kik felkötötték az idő kolompját. A vének, kiknek szája félsírásra, megérett a világ a pusztulásra. Ne higgy nekik, magadnak hitte lelkem. Én egy órával mások előtt keltem, de fáradt nem vagyok, és bizalmasaim a csillagok. Én nem hiszek a teleszájas újban. Az új csendben jön, és oldott sarúban. Vagy a magasból angyal pille szárnyal, a szívbe, mit az istenség megárnyal. És akiben igéjét megfogantja, a szánva néz a kérkedő kalandra, amely ma szerteszét, elfogyja a szemmérmes új neszét. Én hiszek benne, mint a világ ellen. Őre esküdtem ifjú életemmel, s azóta minden éjszakújuláson még-még újabbnak, ifjabbnak látom. És örökebbnek. Ó, hogy issza fényét, hogy csendül rajta új sarj, új reménység, mely örököt akar. Csak ami örök, az a fiatal. Ne higgyél lelkem, csak makacs magadnak. Megy a karaván, kiskutyák ugatnak. Vénhet ebbek vonítanak a holdra, ahol csak hinti harmatát mosolyogva. Eredjén lelkem, elrendelt utadnak. Szolgálatodra keletről nyugatnak. Előre, mint a nap,
a pillérek erősen állanak. Meleg a nap, és hűvös szellők fújnak. Ki mondja őket régnek vagy újnak? Csorog a forrás, szüntelen szüllemlő. Embernek, őznek örök anyja emlő. Bedlik és újul az emberi öltő. Meleg a nap, és énekel a költő. Lelkem, dalolj és ne félj! Te napsugár, forrásvíz, enyhe szél.